rendkívül fontos találkozó volt több szempontból is, egyrészt a presztízs miatt, ugye tudjuk, hogy itt a klubnak, a városnak, a szurkolóknak, a csapatnak milyen fontos egy ilyen találkozó, vagy egy, Debrec, vagy egy Diós Győr találkozó. A másikok pedig az volt, hogy mindenképpen szerettük volna megnyerni a találkozót emiatt is, a másikok miatt, hogy nem maradjunk le a többiektől és ezért látszott is. Elég hamar gólt tudtunk lőni, de, de, utána a kapkodás volt, nagy feszültség volt a játékosokba, és nem volt egyszerű találkozó ki is egyenlített az ellenfelünk, figyelmetlenek voltunk, viszont a második gólt lélektanilag lehető legjobb pillanatba lőttük. Nyilván vártuk azt, hogy még a harmadik találatot is beivigyük Ezzel szemben ugye a Nyíregyháza ki tudott egyenlíteni, mert ott megint egy kicsit figyelmetlenek voltunk. De ha a második gól jó ütembe jött, akkor a legjobb ütembe jött a harmadik. Mert rögtön, amikor megkaptuk, akkor válaszolítottunk rá, és magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést és nyilván negyedik gól, szép gól, az pedig eldöntötte a találkozó sorsát. Egyszerű kérdésem lesz, megnézte -e már a tabellát, hogyan áll most éppen a győzelem után? Meg. Meg sajnos két csapat is egy nóra be tudta húzni a találkozót, akik ott voltak a környezetünkbe, úgyhogy de 15 pontunk van, és ez, ezért volt fontos ez a találkozó, mert ha ezt nem sikerült ezt a három pontot begyűjteni, akkor, akkor jobban volna a csapat, és ezt nyilván nem akartuk. Még egy kérdésem van, a győrelleni mérkőzéshez képest a védelmet igencsak megváltoztattad. Igen, mert ö, nem csak a védelmet, hanem minden sorba tettünk friss embert, ö, próbáltunk ö, kicsit frissíteni a, a csapaton, ö, aztán viszont újra bele kellett cserélni. Nyilván, nyilván, volt még csere benne, de a kényszerű csere miatt azt a, az ötödiket már nem tudtuk meglépni. Mi volt a kényszerű csere? Hát a Dejan Karán. És nem akartam kockáztatni, tehát visszahajlott a, a nagy nagylábúja egy rúgásnál, vagy hát összerúgtak, és nem akartam kockáztatni, hogy ott bármi történjen, esetleg nem tud visszafutni, vagy, vagy ott a, 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 kapu előtt esetleg nem úgy tud közbeavatkozni, ezért cseréltünk. És akkor a legutolsó pedig nehéz kérdés, a négy gól közül melyik volt a legszebb szerinted? Melyik a kedvenced, akkor könnyebb legyen? <laughs> Hát amit mondtam, hogy lélektanilag a második nagyon fontos volt, és parádés gól is volt. A harmadik úgy szintén lélektanilag fontos volt, és az is szép volt, mert a Gabi szépen megnyerte a jobb oldalt, aztán pontosan találta a könyves elé, aki ki tudta használni a helyzetet. Hát és Gabinak a, a gólja, az meg megint azt gondolom, hogy, hogy egy szép volt. Tehát amiket lőttünk gólokat, abból a négyből a három az, az szép volt. A, az első pedig uh, egy céltámadás támadás után született.